Köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét közéleti témával jelentkezik mai műsorunk. Itt az elmúlt napokban folyamatosan hallhattak arról, meg olvashattak is arról, hogy a sajtóértesülések szerint egy független ismert név mögé rendeződhet Székesfehérváron az ellenzék. Erről fogunk beszélgetni stúdiónk mai vendégével, Márton Rolanddal, az MSZP városi elnökével. Jó estét és köszönöm, hogy elfogadta a meg. Jó estét kívánok szerkesztő, azt két csókoma és jó estét a Fejvári TV tévénézőknek. Nos, azt hiszem, hogy október 6-án jelent meg egy közösségi oldalon egy fotó, ami aztán utána egy kicsit így elindította, vagy tematizálta a közéletet, mi szerint ifjabb balsa István személye lehet az a független polgármester jelölt, amely mögé aztán beállhat a Székesfehérvár jelenzik a DK, az MSZP és a Jobbik, aztán ezt meg sem erősítették, de azért gyakorlatilag nem is álltak ki mögül a kijelentés mögül. Így van, de nem ez az igazi hírértékű, hanem szerintem az, hogy a Fejváron az Ellenzéki pártok, már tavasz óta gyakorlatilag együtt dolgoznak és működnek. Közvetlen a választások után áprilisban és májusban közös megmozdulások voltak székesfehérváron. Előzménye is van, mert nem Fehérváron volt az akadálya annak, hogy akár már a parlamenti választásokban hát olyan ellenzéki együttműködés alakuljon, amely képes egy táborba terelni a változást akaró szavazókat, és így eleget tenni annak a választói akaratnak, amely többségben van Magyarországon, és amely azonnal és radikális változásokat akar. Még egyszer mondom, az arra a tavaszi választásokat megelőzően, de aztán azt követően egyre erősödtek ezek az ellenzéki találkozások és együttműködés és hát egy közös várospolitikai program, egy fejlesztési programnak a kialakítását és felépítését kezdtük meg, amely nyilván gyökerezik az elmúlt nyolc év ellenzéki üzeneteibe, és melyek azok a, legfőbb pontok, amelyben másképp képzeljük el Székesfehérvár jelenét és jövőjét is, mint a jelenleg a várost vezető Székesfehérvári Fidesz és Cserpakovics András polgármester úr és ebben rengeteg szakértőt vontunk be, rengeteg külső segítőnk van. Az egyik Balsai István, aki egy településfejlesztési mérnök, ez a szakterülete is, és így került ö, a közelünkbe és képbe. Ö, azt, hogy a jelöltállítás az mikor következik, ennek megvannak a, a közjogi határidejei. Jelen tudásunk szerint ugye jövőre, 2019. októberében lesznek az önkormányzati választások, és ezt megelőzően hát egy 30-40 nappal lesz a hivatalos jelöltállítási határidő. Nyilvánvalóan, aki komolyan gondolja, hogy a, a fehérváriaknak a bizalmát kéri annak, ennél jóval előbb meg kell kezdeni a munkát és a felkészülést. De ennyivel korábban? Tehát hogy azért nekem ez itt kicsit még korainak tűnik, hogy egy évvel gyakorlatilag. Jól haladunk. Meg. Az, az az igazság, hogy a vártnál jóval nagyobb az a közös felület, amiben Székesfehérvárról gondolkodunk. Azonosan látjuk hogy mi a probléma Székesfehérváron, miért lett élhetetlen város az elmúlt tíz évben. Ez főleg az egészségügy, a lakhatás és a közlekedés területén van hihetetlen panaszáradattal találkozunk nap, mint nap, mi is, mint minden székesfehérvári. Nem élhető az a város, ahol Maroshegyről 50 perc alatt lehet reggel bejönni a városba, vagy fekete egy száraz 50 perc, öreg 50 perc, és emiatt, hogy már ott a, kül a külső területeken dugó van reggelente és délutánonként, gyakorlatilag a város központhoz közelebbi lakótelepeken élők is Hát egy, egy megoldhatatlan feladattal találkoznak minden reggel, hogyan fog eljutni a gyerek az iskolába, és hogyan fognak a felnőttek eljutni a munkahelyükre, majd aztán haza. Ez mindennapos szenvedés, és mindennapos tortúra. Még a közlekedés az kvázi városi, vagy önkormányzati feladatként is számon tartható. Az egészségügy, mit tudnak csinálni, hiszen ott azért kormányzati feladat is van. Így van, a az egészségügy elsősorban ö, országos feladat, és ugye ez az azok, ok, ami miatt egyébként a fideszes városhat is felmenti magát ö, a cselekvés kötelezettsége alól. Ami egy óriási hiba. Ö, az, hogyha mi egy magas életminőségű székes akarunk, ö, az nincs magas színvonalú egészségügy mellett is. Összintén szóval szerintem nem kell vitatkozni a fejváriakkal azon, hogy együtt néztük végig az elmúlt nem csak tíz évben, hanem azt megelőzően is az egészségügy hanyatlását, és ennek a, 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 a ma már a, az, összeomlás, az összeomlását is. Hiába van Székesfehérváron egy nagy kórház, a Fején megyei Szent és hiába mutat rá a Fidesz arra, hogy azért vannak fejlesztések, és 2010 előtt is, vagy azt követően is itt voltak milliárdos nagyságú beruházások. Ez a nagy egészségügyi központ, ez egy regionális egészségügyi intézmény, közel fél millió ember ellátásáért felel. A pontos számokat is tudnék mondani, de ahol elhúznám a műsoridot, hát itt 4 millió 600 ezer orvosbeteg találkozás van egy évben, és ennek csak töredéke az, ami a székesfehérváriakat érinti. És a, az elmúlt 20 évben és főleg az elmúlt 10 évben fejváron kimagaslóan, még az országos átlaghoz képest is elhatalmasodott a városban a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri megbetegedések és a daganatos megbetegedések száma. Tehát ma nem akarok Csúnya szavakat mondani, de minden fehérvárinak, nekem is jó eséllyel van arra, hogy hát jó néhány év múlva, reméljük minél később, de ezen két nagy megbetegedési csoport egyikével kell majd nagyon jelentős orvosi segítségre, és akár kórházi ellátásra szorulnom, vagy a szívemmel és az érrendszeremben, vagy pedig valamilyen daganatos megbetegedéssel lesz problémát. És ezeknek a betegségeknek, amiben egyébként nem kéne meghalni, tehát ezek nagyon jól a kezdeti stádiumban rendkívül jól kezelhető, gyógyítható betegségek, nagyon fontos a diagnosztika és a, a, a megelőzés. Vannak ilyen berendezések egyébként Székesfehérvár belterületén, a Fejér-megyei kórházban, de mivel ez majdnem félmillió ember ellátásáért felel, és ott a sürgős esetek nagy száma miatt, ezek a sűrűs esetek mindig megelőzik a székesfehérváriak olyan problémáit, amikor mondjuk egy házi orvos vagy egy szakorvos beutalja őket ilyen diagnosztikai vizsgálatra, és emiatt CT-re vagy MR-re, de mondhatnék mammográfiai vizsgálatokat is, hónapokat, valamikor fél évet kell várni, és ez az oka annak, hogy ilyen betegségcsoportok esetében későn érkezik a segítség, és ha sok esetben székesfehérvári életekbe kerül. Mondjuk a mammográfia azért pont nem jó példa, mert a, a ANTS szervezetével beszélgettünk nem végében, ott viszont az a probléma, hogy nem mennek el az emberek mondjuk a meghívó levelekkel. Tehát, hogy az is azért egy ilyen több összetevős dolog, hogy az emberek a saját egészségükre. Nagyon, nagyon fontos, amit egyébként a szerkesztőasszony mond. Ez többek között egyébként, ha, ha, mammográfiáról beszélünk, ugye ennek a vizsgálati módszere, ez a, hát hogy fogalmazzak, hogy ez, tehát ez a, ez a röntgenes, a nők által is, mert én is láttam ilyen vizsgálatot, mert érdekel, utána kutattam, megnéztem. Ehhez képest van már egy modern technológia, ez a lézeres mammográfia, amikor bele kell feküdni egy gépbe, és ott van egy hely ahol ugye ezt egy fájdalommentesen, villámgyorsan, és a, a, a a röntgenes mammográfiához képest sokkal eredményesebben és pontosabb diagnosztikát eredményező módon lehet vizsgálni. Jelenleg egy ilyen gép van egyébként Magyarországon Angyalföldön a 13. Keleti Önkormányzatnak a rendelőintézetében áll ez rendelkezésre az angyalföldi lakosoknak, pedig mindössze 70 millió forintba kerül egy ilyen berendezés. Nyilván ez egy speciális tudású szakszemélyzet is kell, ami azért nagyobb költséget jelent, de Fehérvár valannyira erős, hogy megengedhet magának egy ilyen beruházást, és hogyha ez fájdalommentes, gyors és pontos, akkor azt gondolom, hogy a, a Fehérvári nők is Könnyebben rávehetők arra, hogy egyébként az ő, ő egészségük megőrzése érdekében, hát évente, egyszer, vagy két évente, egyszer az önvizsgálaton kívül vegyenek részt egy ilyen lézeres mammográfiai vizsgálaton. De ugyanezhet egyébként a CT vagy MR berendezés esetében. Nekem az egyik politikai példaképpen, Tóth József, egyébként Angyalföld szocialista polgármestere, és ő pontosan az előbb általam elmondottak miatt épített fel egy ilyen önkormányzati rendelőintézetet és diagnosztikai központot, ahol a legmodernebb CT és MR gépek mert egy ilyen lézeres mammográfia is van, de ultrahangos gastroenterológiai vizsgálatok állnak rendelkezésre minden a földi lakosnak, és néhány napon belül hozzájutnak ezekhez a kezelésekhez ingyen. Egyébként egy elég bonyolult üzemeltetési konstrukcióba, amit hát a fejvári lakosok elé fogunk tárni egyébként, mert egy ilyen elképzelésünk van, hogy hogyan, milyen időrendben, mennyiből és melyik területére Székesfehérvárnak kellene építeni egy ilyen rendelőintézetet és diagnosztikai központot, amely mondom éves szinten fejváriak százainak fogja megmenteni az életét erre a városnak van ereje, van pénze, van kapacitása, ezt meg kell csinálni. Párhuzamosan működhetne aztán egyébként a, a megyei Kórházzal, mert még egyszer pont azokon a, 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 a ellátás csoportokban kell egy ilyen kiegészítő önkormányzati beruházás, ami kimondottan csak a székesfehérváriaknak járna, és a diagnosztikai ellátásban könnyítené meg és menteni meg az életüket egyébként. Ez az, ami ugye az egészségügyet érintette, a közlekedésről, a közösségi közlekedés fejlesztéséről is ejtett már korábban szót. Hát ahogy most itt a stúdióba jöttem, felvételről fog menni az adás, három óra van még csak, eddig négy óra környékén volt dugó, de azért késtem szerkesztő mert nem tudtam egyszerűen átvergődni magamat a, a, a városon, mert már most korábban elkezdődik úgy látszik ez, a, ez az áldatlan állapot. Sok oka van annak, hogy ez miért alakult így ki. Vannak városszerkezeti okai, hogy miért lett ez teljes egészében autós város egy autós közlekedésre ma már szinte alkalmatlan úthálózattal. És az elmúlt tíz évben, ha bár minden szakértő elmondta. Az ellenzék minden évben elmondja a költségvetés vitájánál, hogy mire kéne és hogyan költeni, annak érdekében, hogy ennek elejét vegyük, ennek az elha elharapozásának nem történt semmi. Tehát nem épülnek ö, azok a, a parkolási infrastruktúrák, amik nem felszíni parkolót jelentenek, hogy ne úgy nézzen ki a város, mint egy használható telep, hanem kellenek a megganázok és a parkolóházak. Hiába van vita. Azzal, ha egy parkolházat megtervezünk, nyilván a környékére senki se akarja, hogy ilyen épüljön. De ezek, ezek az indokok sem érthetőek, hiszen ezek nélkül nem lesz élhető és közlekedhető városszékes székesfélvár. Ezeket meg kell építeni. A legnagyobb probléma egyébként, hogy ilyen pénzügyi erő, ilyen gazdasági erő és ilyen bevételek mellett a város egyszerűen nem költ közösségi közlekedésre. Az Alba volánt módszeresen szétverték az elmúlt tíz évben a kormány és a helyi városvezetés támogatásával, nem tudom megjegyezni a nevét annak a cégnek, ami Kány most KK ZRT, Tatabányáról vezérlik a székesfehérvári tömegközlekedésnek a maradékát egyébként. 30-40 éves buszok ugyanazokkal a papír alapú lyukasztós jegyekkel, amikor még én tíz éves koromban, amikor gyerek voltam, ugyanezeken a, a, a lyukasztós valamiken váltottam meg a menetjegyet. Rá van ragadva a kosz egyszerűen. Hát azt nekem valamelyik Fehérvárnyi azt mondta, hogy hát a magyar államvasútak a színvonalatlan szolgáltatás tekintetében világrekordot döntöttek de Fehérvár közlekedésének sikerült alulmúlnia a mávot, ami Magyarországon mindent elmond a siralmas helyzetéről. Óránként közlekedő buszok értékelhetetlen színvonalon, de még az óránkénti járatok is hol 5 perccel előbb jön, hol 10 perccel később. Erre a közösségi közlekedésnek nevezett torzóra, ami Fejváron maradt, nincs igénye a székesfejvári lakosoknak, ezért nem tudnak alternatívaként számítani rá az autós közlekedés helyett, pedig mindenki az, hogy ő szívesen buszozna már, mert elege van a dugóba ücsörgésből, de egyszerűen ez a közösségi közlekedési rendszer használhatatlan. Erre sokkal többet kell költeni, és valószínűleg az Alba Volánt fehérvári szakemberek irányításával újra kell szervezni, és a városnak kézbe kell vennie a közösségi közlekedés újrászervezését. Negyed óránként maximum bizonyos városrészekből fél óránként közlekedő modern buszhálózattal lehet alternatívát kívánni az autóval szemben. Mert egyébként ez a kulcsó a dugók elkerülésére és a közlekedés helyreállítása, hogy az autós közlekedéssel szemben mindig, minden városrészben, a minden időpontban legyen alternatíva, vagy közösségi közlekedés, vagy kerékpáros közlekedés, vagy gyalogos közlekedés, de ennek az infrastruktúrális feltételeit meg kell teremteni. Nos, a programokról hallottunk már részleteket, az együttműködés akkor most hivatalosan még nincsen, meg hivatalosan még nincs megnevezve polgármester jelölt, de azért gyakorlatilag meg lehet sejteni, hogy mégis van? Nem pontosan fogalmazott, szerintem lehet sejteni. Nem árulunk ezzel zsákban macskát, ezért most mutatkozunk az ellenzéki pártok vezetői Balsa István úrral együtt, aki egy rendkívül felkészült település fejlesztési mérnök, és ő, ő maga is elmondta, hogy amennyiben ezt az együttműködést össze tudjuk rakni, akkor ő vállalja a megmérettetést, de még nem tartunk itt. Tehát még egyszer mondom, elég ővele is, és a, a, az ellenzéki pártokkal még elszántan kell dolgoznunk, hogy nem csak a közlekedés, nem csak az egészségügy, de például a lakhatási válság megoldására legyen olyan javaslatunk, amire alappal kérhetjük a fejváriak bizalmát. Tehát abban már mindenkinek elegen van szerintem ebben az országban, meg Székesfehérváron is, hogy a politika anyázza a szemben álló oldalt, hogy az az ajánlat, hogy ő rá ne szevasz, hanem inkább rá, mert ő gonosz, mert rossz, meg ilyen, meg olyan. Nem valaki ellen, és nem egy politikai, a város jelenleg vezető közösség ellen kérünk mi felhatalmazást, hanem valamiért. Tehát volt tíz éve ennek a városvezetésnek bizonyítani. Akinek ez tetszik, hogy reggel dugó van, és azt gondolom, hogy ez az élhető székesfehérvár, akinek tetszik az, hogy fél évet kell várni egy CT-vizsgálatra, vagy akinek tetszik az, hogy lassan 130 ezer plusz egy lakótelepi lakás bérleti a városba, és nem nő a város közigazgatási területen, nincsenek új építési területek, az szavazzon a folytatásra. Aki egy élhetőbb székes fehérvárt akar, ahol lehet közlekedni, ahol meg lehet gyógyulni, ahol a fiataloknak van esélye rövid határidőn belül, és egyszerűen az életüket megtervezhető módon lakáshoz jutni, és folytathatnám a sort az élet különböző területeiről, az idősekről, az óvodai-bölcsödei ellátásról, a két kéttannyelvű oktatásról, akinek ez jelenti az élhetőbb és a boldogságra lehetőséget kínáló székenysfélmárt, annak módja lesz egy ellenzéki együttműködésre szavazni, amit vélhetően Balsa István fog vezetni. És ebbe belefér a jobbik is? Nézze, túl vagyunk már ezen, hogy ideológiák mentén bélyegezzük meg egymást. És ezt mondom a partnereknek is, és mindenkinek is. Ha tudjuk, hogy mi a gond a városban, tudjuk. Ha tudjuk a megoldásokat, és erről meg tudjuk győzni egymást, hogy hogy lesz az a város élhetőbb és boldogabb, akkor ez mindenki csatlakozhat, nem csak a jobbik. Hanem remélem az ellenzéki pártokon kívül nagyon sok, hát most éppen kormányzati támadás alatt álló civil szervezet, és hát legfőképpen a székesfehérváriak, mert ők döntenek. Tehát nem a pártok döntik el azt, hogy ki lesz ennek a városnak a, a, a polgármestere, nem én, meg nem az ellenzéki vezetők, hanem majd jövő októberben a szavazó fülkében a székesfehérváriak, ahova x ahol lesz a többség, azok és ők, és az az ember fogja vezetni a várost. Mi azon dolgozunk, hogy egy élhető, egy, egy, egy jobb várospolitikai alternatíva mellett egy többséget tudjunk felépíteni, és ebben mindenkinek helye van, a fideszeseknek is ebben helye van. Köszönöm szépen, hogy Én is a köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!